Nagy bejelentésre készül a The Walking Dead stábja. Jövő héten kiderül, mikor kapjuk meg a The Walking Dead 10. évadának utolsó részét. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a Comic Con at Home nevű rendezvényen érkezhet el a The Walking Dead 10. évadának utolsó része, ám most úgy néz ki, az eseményen csak azt fogják bejelenteni, hogy mikor vetítik le a több mint 3 hónapja várt utolsó epizódot. Angela Kang a közösségi oldalán jelentette be, hogy július 24-én pénteken a Comic Con at Home alkalmával leplezik majd le a dátumot. A Greg Nicotero által rendezett évadzáróban Béta a suttogó háború utolsó csatáját indítja Alfa meggyilkolása miatt. A 10. évad utolsó előtti Torony című epizódja azzal fejeződött be, hogy Béta a járkálókból álló hadseregét a kórházi toronynál lévő rejtekhelyre vezényelte, ahol csapdába esnek Alexandria Hilltop és az óceánpart közösségének túlélői, beleért a Gabriel atyát és Negant is. Daryl, Carol, Kelly, Luke és mások merész menekülési kísérletet tesznek, miközben Maggie visszatér Virginiába és megismerkedik a suttogókkal. Máshol Aaron és Alden egy rejtélyes állarcos személlyel találkozik, még Virgil visszatér egy új és meglepő céllal. A The Walking Dead stábja több mint 100 napja nem tud forgatni a koronavírus járvány miatt, emiatt a sorozat 11. évada csak 2021-ben érkezik majd. A sorozat ezzel együtt továbbra is hosszú évekre tervez, már egy másik videónkban nagyjából összeszedtük, hogy mi is jöhet majd az elkövetkezendő években. Szerinted mikor adhatják le az évadzáró epizódot, mikor láthatjuk ezt a részt? Köszönjük szépen a megtekintésed, szép hetet. Hello!